aki szeretné megérteni a körülöttünk lévő világot, és még inkább ugye azt a fajta kulturális közeget, ami, ami, itt Európában és az Egyesült Államokban van, az, az a Biblia nélkül elveszett. Áldás békesség, üdvözlöm Önöket a világnézet mai adásában, ahol a bibliaolvasási szokásokról beszélgetünk, tartsanak velünk! Minden idők legtöbbet eladott könyve a Biblia. Eddig több mint 4 milliárd példányt nyomtattak ki belőle. Minden idők legtöbb nyelvére lefordított könyve is maga a Biblia. Több mint ezer nyelven elérhető. Minden idők legnépszerűbb kiadványa maga a Biblia. De ismerjük-e? A bibliaolvasási szokásokról beszélgetünk mai meghívott vendégemmel, Pecsuk Ottóval, református lelkipásztorral, a Károli Egyetem hittudományi karának docensével, a Magyar Biblia Társulat főtitkárával. Milyen olvasási szokásokkal rendelkezik egy mai magyar ember? Én azt gondolom, hogy nagyon sokat temették már a, a biblia olvas, az, az, olvasást általában, és persze ebben a bibliaolvasást is, de azért nem olyan rossz a helyzet, tehát hogyha nem a, a legfiatalabb generációt nézzük, tehát a zét meg ami utána jön, akkor azért az emberek olvasnak, Inkább az a kérdés, hogy, hogy hogyan olvasnak és mit olvasnak. Tehát én azt gondolom, hogy a könyvkultúra az, az virágzik, még ma is. Inkább az az érdekes, hogy, hogy, hogy mit, mit olvasnak, és hogy minek az olvasására lehet az embereket rávenni és bíztatni. Van egy csomó olyan téma, illetve könyvformátum, amit, amit az emberek szívesen olvasnak. Tehát, azt gondolom, hogy, hogy, az utóbbi időben például a, a nagy regényeknek a, a van. Tehát az ember nem is gondolná, hogy az 500 plusz oldalas könyvek azok, azok kifejezetten divatosak lehetnek, és nagyon sokan olvassák őket. És ezt már emlékszünk, hogy elkezdődött azzal, amikor a, gyerekek a Harry Potter könyveket olvasták, tehát ott is több száz oldalas vastag könyvek divatba jöttek, hogy a gyerekek olvasták. Az a kérdés, hogy, hogy, hogy mit olvasnak az emberek, és vannak olyan könyvformátumok, vannak olyan témák, amelyek kikopnak a könyvből, és inkább átkerülnek más platformokra. De de mondom, a szép irodalom az például azt gondolom, hogy, hogy mind a mai napig jó, jó helyzetben van, illetve Hát a legtűr. Tehát az, az a fajta olvasnivaló, ami a könnyed kikapcsolódást jelentő olvasmány. Ott is hihetetlen mennyiségű címekről és, és példányszámokról hallani. Tehát az emberek olvasnak, inkább az a kérdés, hogy, hogy hogyan és mit. És hogyan és mit. Tehát ez két fontos kérdés, illetve még talán egy harmadik kérdés is hozzá kapcsolódik, hogy a mai ember mit vár az olvasásától. Ugye amikor olvasásról beszélünk, itt már említette, akkor itt a, a, a betűnek illetve az információnak a hordozó felülete már nem csak nyomtatott, hanem elektronikus módon is megjelenik. Maga a platform az meghatározza, egyébként a tartalmat és a témát, vagy ez csupán ízléskérdése, egy közömbös dolog. Hát abszolút meghatározza én szerintem. Leszámítva ezeket a, ezeket a témákat, tehát szépirodalmat nyilván nem elektronikus formátumban, meg az interneten olvas az ember, bár ugye az e-olvasás, e-könyvek és, és e-olvasók népszerűek, de talán pont a, 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 a szépirodalomban, meg a, ebben a könnyű lektűrben például nem váltották igazán föl a könyveket. Információszerzésre már egyre kevésbé olvasunk könyvet. Tehát arra ott az internet nyilván elsősorban a telefonon, vagy, vagy az ilyen hordozható eszközökön. E, és, és, hát ugye a, 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 Biblia is egy nagyon érdekes téma, mert, mert a Bibliát is e, azt lehet mondani, hogy, hogy hihetetlen nagy mennyiségben most már az interneten, illetve, illetve elektronikus formátumban olvasnak az emberek. Tehát érdekes, hogy amiről azt gondolnánk, hogy megmarad a tradicionális nyomtatott formában, a Biblia az, az, is inkább most már eh, megkockáztatom, hogy fele-fele arányban átkerült az elektronikus formátumba. Legalábbis ami eh, Könyv eladásaink és könyvterjesztési adataink azt mutatják, hogy most már 50%-ot megközelítő az elektronikus formátum. Amikor arról beszélünk, hogy nyomtatott könyv vagy egy elektronikus könyv, akkor, ahogy említette, a kettő platform között egy nagy választóvonal az, hogy az egyik egy dinamikusan változó, folyamatosan aktualizálandó információköteget jelent, ugye ez a digitális alapvetően, a másik pedig inkább egy statikus változatot. És ebben a felállásban érdekes az az információ, amit mondtad, hogy fele-fele arányban található meg egyiken, illetve a másikon maga a Biblia. A Biblia az egy változó irodalom, egy folyamatosan aktualizálandó irodalom, vagy egy statikus változatlan irodalom, mely hova lehet sorolni egyáltalán? Nem tudom, hogy ez ebbe a két pólusba lehet-e elhelyezni jól. Ugye Bibliát sokféle szempontból vagy, vagy megfontolásból olvasunk. Tehát én azt gondolom, hogy ami a személyes biblioolvasás, tehát amikor valaki azért olvas bibliát, mert egy személyes kapcsolata van az Isten igéjével, és, abból táplálkozik naponta, tehát egy ilyen kegyességi biblioolvasás, nevezhetjük ezt így, abban szerintem a könyv formátumot sose fogjuk meghaladni. Tehát az, az mindig jelent valamit, hogy nekem van egy személyes Bibliám, ami kötődik az élettörténetem, Ezt kaptam a szüleimtől, vagy kaptam konfirmációmra, vagy a lelkészemtől. Tehát ez, ez nem fog eltűnni, és ezt érdekes módon, mind a mai napig elég fontos része, például a Biblia eladásoknak, hogy ilyen szempontból vásárolnak emberek, vagy maguknak, vagy másoknak Bibliát. De például Bibliaolvasás, főleg a fiataloknál, az elektronikus felületen is nagyon jelentős, mert, mert utazás közben, az iskolában, ha nem vagyok otthon a megszokott környezetemben, akkor, akkor elektronikus formátumban olvasom. Illetve, ha például tanulmányozom a Bibliát, és egyre inkább átmegy abba, a, 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 arra a platformra az olvasás, hogy olyan felületeken, meg eszközökön olvasom, ahol Megnyithatok több fordítást, megnyithatok segédeszközöket, szótárt, kommentárt, rákereshetek szavakra. Tehát például ugye egy ilyen műfaj, mint hogy Konkordancia, ami régen egy könyvformátum volt, és meg lehetett nézni, hogy melyik bibliai szó hol fordul elő, ez ma szinte megszűnt. Tehát erre, erre már az internet alkalmasabb. Tehát attól függ, hogy, hogy mire használjuk a Bibliát. Nem fog a könyvformátum eltűnni a Bibliaolvasásból, de egyre, egyre több dolog bejön, ami, ami segíti a Bibliaolvasást. Segített. Én is például elektronikusan olvasom, mondjuk, hogyha vonaton utazom, nem, nem hordom magammal azt a két-három nagy Bibliámat, amit egyébként otthon olvasok. Egész egyszerűen nem praktikus elvinni magammal, és a, az íróasztalomon is, hogyha tanulmányozom a Bibliát, akkor, akkor ki van nyitva a kompjúter és azon keresztül, pedig ott lenne négy-öt olyan nagy bibliai kézikönyv, amit, amit használhatnék, de már egész egyszerűen nem tudom azokkal telerakni az, a, az íróasztalomat. És szerintem átkerült a, a, a különböző felhasználások különböző platformokra. Itt említette a kegyességet, hogy milyen célból lehet Bibliát olvasni, ez egy fontos cél a kegyesség, és talán ide a kegyességhez kapcsolnám azt is, amit említett, hogy egyfajta tanulmányozó háttérismereteket is összegyűjtő szándék is a kegyesség szempontjából, ugye a keresztény elkötelezési szempontból szükséges dolog, és rendkívül sokat tudnak hozzátenni maguk ezek az elektronikus platformok, egy, egy olyan ember számára is, aki soha nem tanult bibliai nyelveket, olyan háttérinformációkkal tudja gazdagítani az olvasását, amire mondjuk korábban akár csak egyetemi közegben volt lehetőség, ez pedig ma már elérhető egész egyszerűen akár egy buszon vagy egy metrón is. Ugyanakkor a fizikai könyvnek meg nyilván van egy fizikai kiterjedése, és amikor arról beszélünk, bármilyen könyv kapcsán, de különösen fontos talán a Biblia kapcsán, hogy egyáltalán mit olvasunk a Bibliából, egyáltalán nem mindegy, hogyha látjuk magunk előtt, hogy mi történt eddig. És mi következik ezután? De pusztán az a tény, hogy a Biblia utolsó lapját olvassuk, vagy az legelső lapját, vagy a közepét, Igen. ez az értelmezésben egy rendkívüli meghatározó jelenséget tud okozni, ami mondjuk egy elektronikus platformnál az eltűnik, mert ott van egyfajta kontextus nélküli végtelenség, amiben nem nagyon lehet ezt a fajta kiterjedtséget értelmezni. Tehát ez, amit mond, ez egy fontos szempont, hogy attól függ, hogy mire szeretnénk használni magát a szöveget, ez már meghatározza magának a platformnak a választását. Eddig a kegyességről beszéltünk, a beszéltünk. Van esetleg más olyan ok, ami miatt a Bibliát olvasni lehet? Ö, hát én az, én nyilván refántus lelkipásztor vagyok, tehát nekem azért a perspektíván be beszűkül a, arra, hogy, hogy én azért olvasom, vagy, vagy arra biztatom az embereket, hogy azért olvassák a Bibliát hogy megismerjék Isten akaratát, megismerjék Jézus Krisztust, akiről a Biblia szól. Nyilván számtalan, számtalan ö, ö, oka lehet annak, hogy valaki Bibliát akar olvasni, ekezve attól, hogy más vallásoknak a követői is olvassák a Bibliát. Nekünk például a teológián voltak, már az egyetem, a nagyobb egyetemi keretben például vendéghallgatók, akik muszlimok voltak. Nyilván ők nem a teológia miatt jöttek elsősorban, hanem az egyetemre jöttek, mint Erasmus hallgatók. De, de Szerettek volna többet tudni a kereszténységről, és akkor ők, ő nekik ajánlottuk a Bibliát, ugyanis ők ugye a Koránból ismerték mindazt, amit mi a Bibliáról mondtunk nekik, hiszen a Koránnak egy jelentős része tartalmaz bibliai szereplőket, meg történeteket, és akkor biztattuk őket, hogy hogy olvassák el. De de egészen érdekes történeteket hall az ember, akár buddhistákról, akik, akik szintén olvasnak Jézusról különösen Jézus az a személy, akit a buddhisták is nagyon nagyra becsülnek, amiatt, ahogyan, ahogyan megszólítja az embert, és amit mond, meg amilyen autentikus személyiségnek mutatja őt a Biblia. Illetve hát a, van, van egyfajta kulturális olvasata a Bibliának, tehát aki szeretné megérteni a körülöttünk lévő világot, és még inkább ugye azt a fajta kulturális közeget, ami, ami itt Európában és az Egyesült Államokban van, az, az a Biblia nélkül elveszett. Ugye van egy angol teológus, akinek van egy ilyen könyve, hogy, hogy hogyan segít a Biblia megérteni a világot. De nagyon sok ilyen könyv van, ami, ami gyakorlatilag abba próbál segíteni, hogy, hogy az ember nem tud bemenni egy egy múzeumban, vagy nem tud megnézni egy filmet, aminek komolyabb kulturális referenciái vannak, ha nem tud semmit a Bibliáról. Úgyhogy ez is egy olyan terület, amiben ugye Európa egyre kevésbé jeleskedik, hogy a fiatalokat valahogy nem tudjuk sikeresen rávenni arra, hogy ismerjék a Bibliát. Tehát ezzel a kulturális referenciákról mondunk le gyakorlatilag. Szóval sok, sok területe van a, a, a bibliaolvasásnak. Én nyilván mégis azt mondom, hogy bármilyen irányból közelítjük a bibliát, nekem az a titkos reménységem, hogy a biblia az, az megragadja az ember, bármilyen okból is olvassa. A Spurgeon mondta azt, hogy, hogy mi keresztjének hajlamosak vagyunk így óvni a bibliát, hogy jaj, mit mondanak róla, meg jaj, hogyan olvassák, jaj, hogyan értelmezik. Pedig csak azt kéne csinálni, hogy mint egy oroszlánt kiengedni a ketrecből, és, és az magát megvédeni. Tehát nem kell, nem kell, védeni a Bibliát. Az lenne jó, hogyha minél többen szembesülnének, mert mi hiszünk abban, hogy, hogy a Biblia az megszólítja az embert. Nem kell védeni a Bibliát, viszont arra figyelni kell, hogy becsületesen olvassák az emberek. Itt említette a különböző vallásokat, nyilván a kereszténységgel kezdve, említette a kultúrát. Én még hozzátenném talán a történelm, történelmi szempontból is, hogy az is. a Jó Szövetség Igen. alapvetően a zsidó népnek a története, és filozófiai oldalról is. Igaza van-e a kereszténységnek, vagy nem, akár ateisták, vagy filozófusok is. Vagy a természettudományos forgatják. érdeklődés, igen, az is. Illetve a természettudomány. Tehát egy olyan könyvről van szó, ami gyakorlatilag az élet minden aspektusához tud kapcsolódni. Viszont, amikor a Bibliával találkozunk, amit említette is, mindig van valami előfeltevésünk, hogy hogyan közelítünk hozzá. Mondta azt, hogy önnek az az előfeltevés, hogy szeretné, hogyha azzal az Istennel tudna valamilyen módon kapcsolatba kerülni az olvasó, aki a Biblia mögött van. Amikor bibliaolvasásról beszélünk, akkor mennyire tudatosak ezek az előfeltevések, ahogyan a Bibliához közelítünk, illetve milyen szerepe van a megértés során annak, hogy mennyire tudatosak ezek az előfeltevések, vagy sem. Hát ugye nyilván attól függ, hogy hogyan kezdjük el a bibliaolvasást, hogyan, hogyan fogunk neki. Én nem tudok abból azért kiszakadni, hogy, hogy én hogyan ismertem meg a Bibliaolvasást, és, és én hogyan, hogyan olvasom, és hogyha mondjuk engem megkérdez valaki, hogy hogyan olvassa a Bibliát, én mit tanácsolok neki? Tehát nyilván azzal az előfeltevéssel olvasom, hogy, hogy Istennel találkozik az ember a Szentírás lapjain. Ugyanakkor az is igaz, hogy, hogy valahogy a, a hajlamosak vagyunk a Bibliát, és talán ez, ez, részben oka annak, hogy a Biblia olvasásnak beszéltünk egyfajta kríziséről ma, hogy szeretnénk úgy olvasni a Bibliát, hogy az visszaigazolja azt, amit gondolunk róla, hogy miért olvassuk. Tehát nem, nem olvassuk a Bibliát úgy, hogy, hogy engedjük, hogy a Biblia formálja a gondolkodásunkat, hanem mi azért ülünk le, mert szeretnénk, nem tudom, megtudni azt, hogy, Mik voltak Jézus csodái, most mondtak valamit, vagy, vagy hogy ütközik a természettudományos feltevésekkel a teremtés történet. Tehát, hogy mi mindig, vagy nagyon sokan azért veszik a kezükbe a Bibliát, hogy valamit kiolvassanak belőle. És én azt gondolom, hogy a Biblia az, az olyan gazdag, ahogy, ahogy fölvetette, ugye, hogy, hogy hányféle aspektusból lehet olvasni a Bibliát, a Biblia olyan gazdag, vagy még gazdagabb, mint az élet maga. Tehát eh, engednünk kell, hogy, hogy, hogy miközben olvassuk a Bibliát, maga a Biblia olvasson minket abban az értelemben, hogy föltárja, hogy mi minden rejlik eh, eh, Isten eh, kijelentésében, Isten mit akar az mi életünkkel, Isten mit mond nekünk a, a magunkról elsősorban. Másodszorban önmagáról, a világról. Tehát van, van szükséges egyfajta nyitottság. Én azt gondolom, hogy, hogy amikor arról beszélünk, hogy, hogy válságban van a, a bibliaolvasás, vagy kevesen olvassák, vagy nehéz az embereket rávenni, hogy Bibliát olvassunk, akkor, akkor ez lehet a háttérben, hogy, hogy sokan funkcionálisan akarják olvasni, hogy valamit ki akarnak belőle nyerni. Holott a bibliaolvasás az. A, ott, ott a Biblia kell, hogy a középpontban legyen, és nem mi. És szerintem ettől elszoktunk. Tehát ö, mi mindent úgy használunk, ö, hogy, hogy, ö, hogy mi, a, mi, mi akarjuk eldönteni, hogy miért használjuk, és mire, és mikor. És a bibliaolvasás az pedig, én azt gondolom, hogy úgy sikeres, hogyha ha engedjük, hogy a Biblia formáljon minket. Egy nagyon érdekes képet használt valaki, hogy, ö, hogy a patakban, ugye látjuk, hogy a sziklák, sziklákat a víz formája évszázadokon, évezredeken keresztül. Tehát átfolyik a víz, de, de egy idő után a szikla meder, az, az kiformálja azt a, azt a, képet, amit a, a, amit a víz enged neki. És, 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 ilyen a bibliaolvasás, én azt gondolom, hogyha ugyanazt a vizet rálocsantjuk egy, egy darab Őre, akkor nem fog változást elérni. És mi így olvasjuk a Bibliát, hogy most kíváncsi vagyok arra, hogy, és akkor olvasom a Bibliát, és jé, nem szól nekem, jé, unalmas, nem értem, belefáradtam. De ez ez az, amikor állott a vizet a sziklára, és az lefolyik róla, és nem marad meg. Valahol a, a, az igazi Bibliolvasás az ez a fajta kitartó és, és nyitott Bibliolvasás, ami engedi, hogy hasson rám a Biblia. Gyakran lehet hallani olyan beszámolókat, bizonyságtételeket, személyes vallomásokat, hogy valaki elkezdte olvasni a Bibliát abból a célból, hogy mondjuk a kereszténységet megcáfolja, vagy a keresztény élet barátait visszahúzza egy más világnézetbe, Igen. és ennek a folyamatnak az lett a vége, hogy rájött arra, hogy egyáltalán a Bibliának igaza van. Az, amit mond, az rendkívül fontos, hogy a Biblia olvasásnak igazából folyamatában van értelme, és a Biblia idézésének vagy használatának az egyik leggyakoribb hibája az az, amikor a kontextusból kiemelve valamilyen általunk fontosnak tartott értelmet szeretnénk belepasszírozni abba a szövegbe, Igen. ami eredetileg egy információt akart átadni, de nem azt, amit mondjuk mi gondoltunk a szöveg kapcsán. És hogyha megnézzük a Bibliát, van egy személy, akit különösen is ezzel a fajta módszerrel vádolhatunk meg maga a sátán. Maga az ördögnek a bibliaolvasási szokása az az, hogy kontextusból kiragadva, a saját elképzelése szerint akarja megtölteni értelemmel azt a bibliai szöveget, aminek van egy üzenete, mert egy cél íródik maga az egész könyv. Hogyha itt maradunk még egy picit, hogy milyen hibákat követhetünk el a bibliaolvasás kapcsán, ami vakvágányra visz bennünket, akkor mit tudna még mondani? Mik a leggyakoribb hibák? a bibliaolvasás kapcsán, amiben belesétálhatunk, és aminek az lehet a következménye, hogy unalmas, nem értjük, értelmetlen, felesleges, nem működik, lejárt, meghaladott, és lehet találkozni még ilyen kifogásokkal. Hát én valószínűleg ezt mondtam volna először, ami, ami, itt elhangzott, hogy, hogy a kontextusból kiragadva, ugye ennek egy óriási tradíciója van, szóval nem csak a sátán csinálja ezt, hanem és sajnos azt mondanám, hogy a keresztény közegben is, vagy a kereszténységem Kereszténység történetében is látjuk azt, hogy nagyon sokszor egy-egy központi igére lett felépítve egy mozgalom, egy közösség, akár egy egyház is. Ezt ma is látjuk. Brazil kollégáim, a brazil bibliotársatól mondják azt, hogy ők például nagyon nagy hangsúlyt helyeznek arra, hogy hogy ezernyi szekta virágzik Dél-Amerikában, tehát az összesen karizmatikus és. és, és és főleg Amerikából importált szekták, és ezek ugye mind szeretnek, nem tudom, akár Bibliával kapcsolatos könyveket is kiadni, és a, a, a brazil kollégák, a nem mondják, ők nagyon szívesen vállalják azt a feladatot, hogy kiadnak könyvet ezeknek a, azeknek a ö, szektáknak, mert akkor legalább a, ők el tudják azt érni, hogy hogy olyan könyveket adjanak ki, ezek ugye általában magyarázatos bibliák, ami kiegyensúlyoz, az van benne minden, hogy hát ha eléri azt, hogy nem csak egy szelektált ö, ö, irodalmat kap. Ezek a közösségek, hanem, hanem kicsit kiteszi ő, kiteszik magukat annak, hogy a Biblia befolyásolhatja őket. Nagyon sokszor ezek a közösségek egy-egy központi ígére épülnek. Van a pásztornak egy víziója, van egy kedvenc bibliai szakasza, és akkor arra épül fel az egész közösség. Szóval ez, ez egy nagyon-nagyon ez gyakori hiba. A szentírás az, az nem véletlenül lett egy ilyen, ahogy mondjuk Kánonba ágyazva. Tehát egy Kánonja van a Bibliának, ami megvan eleje és vége. A keresztény egyház évszázadokon keresztül ezt ismerte föl, hogy így kell olvasni a Bibliát ebben a formátumban. Sokféle más formátum is lehetséges volt, meg lehetséges lenne, de mi mégis azért ragaszkodunk a, a, a Kánonhoz. A másik ilyen talán hiba lehet az, hogy a, amit mondtam, hogy, hogy türelmetlenül és előfeltételekkel olvassuk a Bibliát, tehát ki akarunk belőle olvasni valamit, ugye? A, a, vagy bele akarunk olvasni, ez a másik, hogy, hogy szeretnénk a Bibliát felhasználni valaminek az igazolására, ez egy nagyon általános probléma. Ugye a, a, a teológia történetben, az egyház történetben látjuk azt, hogy a Bibliát, ból mindent és mindennek az ellenkezőjét is be lehet bizonyítani. Ugye, sokszor viccesen utalunk arra, hogy magában a Bibliában is benne van, hogy nincs Isten, ugye, csak ott van a mellette azt, hogy a bolond azt mondja az ő szívében, hogy nincs Isten. Tehát, hogy ha, ha eléggé szelektíven olvasunk, akkor bármit, bármit be lehet bizonyítani, és, és ugye a, nem tudom, a rabszolgaság igazolásától kezdve a fegyverek megáldásán át, a szent háborúkig nagyon sok mindent lehet a Bibliából igazolni, de ez helytelen olvasat, mert a, a Bibliának a valódi értelmét és a kontextusát kellene nézni. És ami még én azt gondolom, hogy hogy, hogy nagy hiba az a, az a fajta türelem, türelmetlenség, amire utaltam már, hogyha nem, nem szánunk időt a Biblia Tehát, hogyha a Biblia konkrétan a fizikai szituációját látjuk, akkor én, én arról hallok így a környezetemben, és én magam is ki vagyok ennek a veszélynek téve, hogy nem szánok időt a, a olvasásra. Tehát azt gondolom, hogy elolvasom a napigét, ugye a mi hagyományunkban ez van, a biblióvasók kalauz szerint olvasom a Bibliát, és mi, mi a mai napi ige? ezt elolvasom egy ültőhelyemben, vagy otthon, vagy a, 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 a vonaton, amikor megyek munkába, vagy amikor van egy kis időm, és megint az van, hogy, hogy, hogy én szánok rá egy kis időt, de de nem teremtem meg a feltételeket hozzá. Tehát azt gondolom, hogy a bibliaolvasás az egy olyan tevékenység, amihez a kereteket is meg kell teremteni. És ezek Mik a... ezek a keretek? Hát ö, elsősorban a, 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 a térbeli és időbeli szeparáltság. Tehát, hogy, hogy legyen, legyen erre nyugalmam. Tehát, ha lehet, akkor ne... Ne egy zajos helyen ö, olvassam a Bibliát, ahol, ahol eleve be van kódolva az, hogy minden el fogja venni a figyelmemet. Ö, ha lehet, ne a munkahelyen olvassam a Bibliát, mert ott az a dolguk a munkatársaknak, hogy szóljanak, hogy valami, valami dolgunk van közösen, akkor nem, akkor jogosan, vagy szóval, hogy mondjam, azt veszem észre, hogy elvonják a figyelmet. Mind hát, Hát persze, tehát valamiféle szeparáltság. Ehhez kell az is, hogyha otthon olvasom, akkor akár a környezetem vagy családom tudjon róla, hogy én most a Bibliát olvasok. Tehát ezt, megint olyan dolog ez, hogy szeretjük ezt annyira individuális társadalomban, meg individuális módon élünk, hogy hogy, hogy nem kell ezeket, azt gondoljuk, hogy ezeket a ritusokat nem kell megteremteni, hanem hát leülök és olvasom. De akkor nem csodálkozhatom a megzavarnak. Nem csodálkozhatom, hogyha elkezd füvet vágni a szomszéd. Tehát, hogy, 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 hogy valahol az időt és a teret meg kell rá teremteni. Mert akkor tud a Biblia megszólalni. Tehát, hogyha ha minden zavaró momentumot bekódolok, akkor nem csoda, hogyha nem tudok figyelni a Bibliára. Ja ez, ez, nyilván ez egy fizikai, eh, praktikus része a bibliaolvasásnak, tehát ez nem a... De nélkül nincsen bibliaolvasás, hát nem itt tudom. kezdődik az igen, egész igen. folyamat És mondom, én magamon veszem ezt észre, tehát saját tapasztalatból mondom, hogy néha, néha megpróbálok időt lopni a bibliaolvasásra, és akkor csodálkozom, hogy nem tudok fókuszálni. Megint gyakorlat, gyakori dolog, hogy, hogy nem szoktuk ezt meg, mert az ember ma már a modernitásban, vagy a posztmodernben magában olvas. De például a bibliaolvasás az nagyon hosszú időn keresztül, amíg az ókorban a kereszténység bibliát olvasott, akkor az egy hangos felolvasás volt. Tehát a, a ugye a Ágostontól tudjuk azt, hogy, hogy hangosan olvastak. Talán ő, az, ő, volt az első följegyzett ilyen keresztjén, aki és aki csöndbe, illetve a, 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 talán Szent Ambrusról mondják azt, hogy csöndbe olvasott. És ezt, ezt Ágoston megjegyzi, hogy milyen fura, hogy nem hangosan olvasta a Bibliát. Tehát, tehát a Biblióolvasáshoz valóban ez egy segítség. Például, ha én egyedül is, is vagyok, a fókuszálást segíti az, hogy például félhangosan magamnak fölolvasom. Azt mondják a szakértők, olvasás olvasásszakértők, hogyha ha minél több érzékszervet bekapcsolunk, akkor jobban marad meg. Tehát, hogyha én hangosan magamnak olvasom, félhangosan, akkor jobban tudok rá emlékezni. Azt is el kell dönteni, hogy az ember miből olvas. Tehát itt a legelején beszéltünk a, 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 a médiumokról, vagy a felületekről, vagy a, arról, hogy hogyan, miből olvasok. Nem biztos, hogy az egyéni olvasás az elektronikus formátum a legjobb. Tehát arra lehet, hogy az, a könyv, ami, ami nekem, nekem ö, személyesen is van hozzá valami kapcsolatom ahhoz a könyvhöz, az ad egy vissza, visszaigazolást, hogy nekem most ez az bibliaolvasási idő, az ehhez a könyvhöz tartozik. Meg itt van még egy másik zavaró tényező, hogy általában ezeken az elektronikus eszközökön sokféle tehát multifunkciós dolgok történnek, és azok a munkák vagy megkeresések, vagy felvillanó hírek, animációk, hát alapvetően elterelik a figyelmet. Mindenki szeretni a mi figyelmünket egyébként magához vonni. Egy könyvben Igen. nagyon nehéz az embernek, maximum gondolatban tud elkalandozni. Itt említette egy nagyon érdekes dolgot, a bibliaolvasási történelmi szokásokat, hogy ott az egyházatják idejében a hangos felolvasás volt az általános. Igen. Nyilván nem csodálkozhatunk ezen több dolog miatt is, mert az emberek nagy része nem tudott, Se írni, se olvasni, másrészt pedig a könyvek. Egyébként hihetetlenül drágák voltak, és nagyon kevesen engedhették meg azt maguknak, hogy egy egy igazi könyvet, vagy egy teljes Bibliát adott esetben birtokoljanak. És a Reformációhoz ebben nagy változást, amikor a háttérben a tudomány, a technikának a fejlődése következtében általánossá válik a könyomtatás, ezzel együtt pedig az olvasás és az írás is elterjed. És hogyha ebből a perspektívából nézzük a mai gyakorlatot, akkor. Tehát maga az a, az általánosnak gondol Bibliaolvasási szokás, amire ön is utalt, hogy van egy ilyen Kalauzunk, van egy vezérfonalunk, és otthon leveszem a Bibliát, kinyitom és elolvasom. Ez gyakorlatilag a kereszténység történetében nem is olyan hosszú múltra tekint vissza, hanem ez egy újfajta szokás, mert több évezredig vagy évezredeken keresztül nem volt erre lehetőség, mert nem állt rendelkezésre maga a Biblia. Hogyha most csak pusztán a lehetőségeket nézzük, mennyire van könnyű vagy nehéz helyzetben a mai ember, amikor arról beszélünk, hogy bibliaolvasási lehetőségeket mélyítsünk, szokásokat alakítsunk ki, amit ön is mondott. Én azt gondolom, hogy, hogy még mindig van a világnak olyan része, ez mondjuk egy szűkülő terület, ahol kvázi hiány van, tehát biblia hiány. Tehát még mindig Afrika, Dél-Amerika, még mindig olyan területek, Ázsia, Kína jellemzően, ahol ugye a kereszténység egy ilyen beszorított állapotban van, ahol nincs elég Biblia, vagy akár az internetet is tudják blokkolni, és nem nem juthatnak az emberek szabadon, például muszlim országokba, bibliai tartalmakat tudnak blokkolni központilag. Tehát vannak helyek, úgynevezett missziói területek, ahol, ahol ez, ez igaz még, hogy egyre több, tehát egyre több Bibliára lenne szükség, és többre lenne szükség, mint amennyi van a mi világ részünk, vagy ugye az északi és nyugati félteke, az, az ilyen szempontból nagyon jól van, van ellátva. Tehát nálunk nem a, a, az elérhetősége van a, a, Bibliának nehéz helyzetben, hanem, hanem az, hogy a, a, Bibliával mit kezdünk. Tehát a szellemi távolság. A szellemi távolság van, és hogy, hogy nem élünk vele. Tehát, van a, tehát ilyen szempontból két részre osztható a világ szerintem, tehát van egyfajta Érdekes módon, ahol kevés Biblia van, és ahol nagy szükség lenne a Biblia terjesztés erősítésére, az az a rész, ahol a kereszténység dinamikusan nő, nyilván ez ebből fakad, és ott ott kevés Biblia áll rendelkezésre, és az a szegényebb, elmaradottabb része a világnak, ahol a technikai lehetőségek is limitáltabbak illetve olyan ellenséges közegben van a kereszténység ahol esetleg akadályozzák is a hozzáférést. Nekünk nekünk én azt gondolom, hogy jó helyzetünk van illetve hát ilyen ilyen szempontból jó helyzetünk olyan szempontból nehéz helyzetünk van hogy a, a nyugati embert nagyon nehéz ö, elérni abból a szempontból hogy hogy meg tudjuk győzni arról hogy 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 térjen vissza a biblióvasáshoz. Említette a reformációt, ugye a reformáció a nyugati világ hagyományának egy, egy, egy mérföldköve, ahol, ahol sikerült azt az áttörést elérni, hogy, hogy a szentírást, azt demokratizáltuk, a hozzáférést a szentíráshoz. Nyilván az egy idealizált kép, hogy 1500-as évek után hirtelen mindenkinek bibliája lett, nem igaz. Talán az, hogy mindenkinek a biblia elérhetővé vált, ez a bibliatársulati mozgalomtól, az 1800-as évektől indult. Tehát azért a, technikai fejlődés az megvolt, de tehát a Gutenberg galaxis az, elindult, de, de a, a bibliatársulatok hozták azt, hogy, hogy elszakították a biblia nyomtatást a, 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 a profitábilis könyvkiadástól, tehát egy missziói célú nagy mennyiségű biblia gyártást és terjesztést hoztak létre, és ezzel tulajdonképpen mindenkinek elérhetővé vált a biblia, nem tudom, néhány fontért, meg néhány dollárért, meg néhány forintért. Ez korábban nem volt így, tehát ugye, olvassuk a régi egyház, egyházi feljegyzéseket a 17.-18. századból, hogy a lelki pásztorokat meg kellett büntetni, mert nem vásárolt saját Bibliát, mert olyan drága volt. És ugye el kellett adni a szűrét, és abból Bibliát venni, és ha nem adta el a szűrét, és nem vett Bibliát, akkor el kellett csapnia a hivatásából. A, a Tehát azért még, még az 1800-as évek előtt drága volt a Biblia nagyon, most ez, ez megváltozott. Tehát, ö, a, a, tehát ez a kétféle terület a világon visszatérve erre ö, eltérő kihívásokkal rendelkezik. Nekünk az a kihívásunk, hogy az embereket ö, rávegyük a bibliaolvasásra, hogy a bibliatársulatnál biblia mi is ezzel küzdünk. Ezt úgy nevezik a a nemzetközi nyelvben, vagy, vagy hogy mondjam, diszkuszióban angolul, hogy Bible engagement. Erre nincs is nagyon magyar szó, hogy mi az, hogy Bible engagement. Ez, ez azt jelenti, hogy az embereket segíteni, ahhoz segíteni, hogy a Bibliát kezükbe vegyék, olvassák, és az azt beépítsék a mindennapjaikba. Tehát ez ne csak egy, 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 olvasási élmény legyen, hanem, hanem a Bibliával együtt fejlődjenek a keresztény hitükben. Ez, egy, ez, a legnehezebb dolog, azt hiszem. És hogyan lehet ezt elírni? Mert ugye az, amit mond, tehát látni ezeket a folyamatokat rendkívül fontos, hogy miközben a technikai és fizikai lehetőségek bővülésével egyre közelebb jön az emberekhez a Biblia, gyakorlatilag megérkezik mindenkinek a háztartásába, addig mégis, mint hogy a kulturális szempontból egy, egy ellenfolyamat indult volna el, tehát a szellemileg, mintha növekedne a távolság, egy nyugati ember, vagy egy magyar embert is mondhatunk, és maga a Bibliának az olvasása ismerete között Mit mond ez el a mai kultúráról? Hogyan alakult ki ez a helyzet, hogy mire elérhetővé vált, addigra már nem kell? Mm. És hogy lehet ezen tovább menni? Hogy lehet érdekeltéteni őket, szembe menni ezekkel a folyamatokkal? Ez egy nagyon nehéz kérdés, szóval ha ezt azt tudnám, akkor, akkor valószínűleg, nem tudom, akkor, akkor, akkor ez, ez valami világszenzáció lenne, hogy, hogy ezt elmondjam. Nekem vannak, vannak elképzeléseim, hogy mi a probléma, és, és arról is van. Mi talán az elképzelése? Szóval én én azt látom, hogy itt a nyugati féltekében, ugye a, a, a féltekén itt a, a, a felvilágosodás kulturális örökségével küzdünk, ami sokak szerint, ugye magából egyébként a Bibliából fakad, azt mondják, az, hogy hogy a, a, a szentírás az embert nagykorúnak szánja. Tehát nem akarja kiskorúsítani, hanem nagykorúvá, nagykorúnak tekinti az Isten az embert, és nem, akar, nem akarja az embert a rabszolgaként legúzsba kötve vezetni, hanem, hanem a szívére beszél, ahogy a Biblia mondja. És a szívébe írja az embernek a törvényt és a, az Isten igéjét, és azt reméli, hogy az ember. Ö, ö, fölismeri azt, hogy az jó neki, hogy az Istennel élhet. És, és, ez a nagykorúsítás valahol kapcsolódik azért ahhoz, hogy ami történt itt, itt a nyugati világban, és nyilván túllőttünk a célon, a, a a, a, a felvilágosodás az gyakorlatilag ö, ö, detronizálta magát a kereszténységet, és, és a kereszténység is, ugye, vagy ö, kétféleképpen reagálhatott rá, vagy, vagy elfogadta és a keblére ölelte, és akkor eléggé rossz hatást gyakorolt az egyházakra. Ugye protestáns egyházakban nagyon sokszor ezt látjuk, hogy hogy, hogy nagyon könnyen utat ö, nyit be ennek 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 a, ennek a, ennek a Bibliakritikának a protestáns egyházakban ezt gyakorlatilag magához ölelte az egyház, és egyfajta tudományággá tette. És ez most már látjuk, hogy nagyon sok szempontból meggyengítette az egyházat. A katolikus egyház, például, ha itt a nyugati egyházakat nézzük, az egy másik utat mutatott, mert, mert, mert hosszú időn keresztül csak letiltotta ezt a fajta felvilágosodási irányzatot, ugye antimodernista esküttetetett a lelki az egyház, és elutasítjuk. A XX. században meg azt látjuk, hogy megpróbálja valahogy integrálni a katolikus egyház. Már nincs ez az elutasítás, hanem valahogy ilyen, ilyen, ilyen óvatosan irányítva próbálja be, beengedni az egyházba a felvilágosodásnak a, a tudományos megközelítéseit a Biblia felé is. tehát, tehát sokféle sokféle megközelítés van. Én azt gondolom, hogy, hogy, nekünk, nyugati egyházaknak talán oda kellene visszatérnünk, hogy nem egy, ez az én meglátásom, hogy nem egy kultúrharcba kellene belemenni. Van, aki azt látja, hogy, hogy arra van szükség. Én azt gondolom, hogy, hogy autentikusan kellene megélnünk a keresztény hitet, bármilyen furcsán hangzik ez. És ami a, a Római Birodalomban, a kereszténység kezdetén megtörtént, hogy a keresztjének egészen más életvitele, egészen más uh, megközelítése a, a világ problémáihoz, az uh, érdeklődést keltett. Tehát az emberek körülöttük, a keresztények körül élő emberek uh, érdekesnek tartották, hogy ezek a keresztények miért mások, mint mi? Mi az, amit ők tudnak, és mi nem? És ez levált egy missziói faktorrá. És én azt gondolom, hogy, 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 hogy nyugaton, amikor megfáradt kereszténységről beszélünk, akkor, akkor az, az, az a problémája a keresztény egyháznak, hogy, hogy túlságosan olyanok vagyunk, mint a körülöttünk lévő világ. Tehát ezt a fajta saját keresztény specifikumot föl kéne valahogy mutatnunk. Hogy ezt hogyan, ebben egyébként a keresztényeknek is megoszlik a vélemény. Tehát van, aki azt mondja, hogy föl kell venni a kesztyűt, és nem tudom, ilyen apologetikus módon harcolni kell a korszellemmel. Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy inkább, inkább autentik, tehát az energiáinkat arra kellene fordítani, hogy min, mi magunkat formáljuk át, nem pedig a körülöttünk lévő világot. Tehát van, aki a, a felé hajlik, hogy harcoljunk a világgal, és próbáljuk visszairányítani a figyelmet a kereszténységre. Én meg azt gondolom, hogy, hogy mi váltunk nagyon olyanná, mint a körülöttünk lévő világ, és, és, el, és elengedtük azt, hogy, hogy, nekünk másnak kéne lennünk. És, és, tudjuk ezt magunkról egyébként az élet egészen sok területén, hogy, hogy a legnehezebb dolog a magunkkal való küzdelem. Tehát egy házasságban, egy párkapcsolatban, bármiben, Könnyű a másikat hibáztatni. Ma ezt szoktuk csinálni, hogy narcisztikus a partnerem, ezért tönkre megy a kapcsolatom. De, de mi az én feladatom benne? Mi az, amit én nekem kell máshogy csinálni? És szerintem a kereszténységben is ez, ez lenne az egyetlen járható út, hogy vonzóvá tenni. Ugye most ez egy egészen kicsit kitérő téve, ugye most van ez az a, a, a olimpiai megnyitóval kapcsolatos botrány, ugye? Hogy Franciaországban ilyen történik. Bizonyos értelemben persze engem is bántott, ami, amit láttam, de ha az ember a franciákra gondol, és a felvilágosodás bölcsőjére, és Volterre, és, és a, a, a jakobinusokra, és minden másra, én azt gondolom, hogy teljesen természetes, hogy, hogy egy ilyen ellenséges attitűdöt a keresztény alapértékekkel szemben a franciák büszkén fölvállalnak, hogy ez ez, ez a mi francia specifikumunk. És és én azt gondolom, hogy, hogy, hogy nem feltétlenül nyilatkozatokkal ezt meg kell támadni, hanem, hanem valahol föl kellene mutatni azt, hogy mi még akár erre reagálni is máshogy tudunk. Ö, Akár, akár úgy, hogy, hogy, hogy valami pozitív üzenetet próbálunk megfogalmazni, nem pedig csak megsértődni. Tehát a megsértődés az valójában a francia kultúrában az egyházzal szemben egy beve, bevett dolog, hogy gúnyoljuk az egyházat, detronizáljuk az egyházat, elvesszük az egyházi tulajdont, felvilágosodást hirdetjük, meg békókat letörjük, amik az egyház jelent az Egyház által jelentett békjókat, e, Tulajdonképpen őket szolgáljuk ki azzal, hogy fölháborodunk. E, én azt gondolom, hogy, hogy ilyen dolgokban mutatkozna meg, hogy, hogy meg kell próbálni máshogy hogy reagálni. Itt egyébként csak itt a megnyitónál maradva, mm -hmm. ugye sokaknak a problémája az, igazából az volt, hogy itt egy nagyon durva kettős mérce az, ami megmutatkozik. Egyrészt az emberi Abszolút. jogoknak, a kisebbségeknek, a vallásoknak a Igen. védelme, Igen. másrészt pedig meg azt látjuk az európai kultúrában, hogy a kereszténység csak bűnbak lehet áldozat, soha nem. És a keresztények azok, amikor jogosan felháborodnak Igen. egyébként, Igen. Ezt, a, ezt a mentalitást nem lehet máshogy értelmezni, mint megsértődésként. És, és hogyha megnézzük a folyamatokat, politikai, kulturális Igen. folyamatokat, akkor azt látjuk, hogy hogy a, a nagyobb felekezetek közül csak a kereszténység az, akivel, amivel ezt meg lehet tenni. Charlie Hebdo után Igen. már senki nem szeretné egyébként pellengére állítani az iszlámvallást, mert az iszlámvallásnak egyébként a, a módszertana jelentősen eltér a De nem ez valahol a keresztény specifikum? Tehát ő, én láttam ilyen brit komédiást, vagy ilyen stand-up komedist, aki azt mondja, hogy hát ilyenkor szokott jönni a műsorban a a, vallási blokk, és akkor természetesen csak a keresztényeknél maradunk. Mert nem vagyok hülye, mondja ő, tehát hogy nem fogja gúnyolni a muszlimokat, mert ti keresztények mit fogtok csinálni? Legfeljebb megbocsátotok. Tehát, hogy, hogy és, és ez, ez, ez a keresztény specifikum tulajdonképpen muszlim felebarátaink vagy, vagy ismerőseink, ha valamit látnak a kereszténységben, ami vonzó, az az, hogy nem üt vissza. Tehát, hogy, hogy, mert, mert ők jobban tudnak visszaütni, hatékonyabban tudnak megsértődni, hatékonyabban tudnak fellépni a vallásgyalázással szemben, mint mi, ami nekünk egy, egy fegyverünk az az orca másik, vagy az arcunk tartása a másik arc tartása. Nyilván ebben, mondom, van, van lehetvita. Ez, ez önmagában Igen. egyébként még gyengeség is lehetne. Ez abban a kontextusban erő, az. hogy ugye a keresztjének nem azt mondják, hogy nem ütünk vissza, hanem meghagyjuk az ítéletet, Így a jogos van. ítéletet Istennek, és lesz egy ítélet. És Istenre mutatunk a lesz saját... Egy. Igen. És lesz egy Igen. ítélet, és ahogyha lesz egy ítélet, nekünk fáj az, hogyha a másik... Élik, és szeretnénk, hogyha megnyer, megnyernénk őt. Már amikor visszatérem még itt a kereszténységre, tehát a, a keresztény kultúrába való belerugás itt Nyugat-Európában, az a normalitásba való belerugás is, mert például ott, a, a, hogyha csak itt maradunk Igen. ennél a megnyitónál, ott olyan dolgok torzítása történt, Történnek, amik egyébként nem csak a kereszténységen belül számítanak normának, akár a nemiség kérdése, Igen. hanem ebben a világvallások között is konszenzus van, csak a kereszténység az az eszköz, Igen. amin keresztül egyébként ennek a, a, a meghaladottságát, vagy a meghaladni Igen. akarását lehet hangsúlyozni. Egy picit, hogyha még visszatérünk a, a felvilágosodás, Igen. amit említett, hogy ennek a szellemi távolságnak a gyökere, akkor ott ugye azért látjuk azt is, hogy történik egy paradigmaváltás a világnézetben, és az addigi világképben maga az Isten is egy külső objektív igazság uh -huh. volt a mércének a tárgya az európai kultúrában, amit az egyházok belül és azon kívül is elfogadtak, Igen. de ott megjelenik egy más viszonyítási pont maga az ember, és ez, az a, értelem. Kül, ez a külső mérce, ez belsővé válik. Tehát nem Igen. arról van szó, hogy a... Felvilágosodás után már nincsenek törvények, nincsenek mércék, amivel megmérhetjük, hogy ki számít van, csak jónak embert. és szépnek, csak ennek a mércének az objektivitása tűnik el, és olyan eredményeket hoz létre, amit látunk Igen. itt a nyugati világban, ahol már nem érdemes élni, mert demográfiailag egy összeomlás felé tart, akár francia, hogyha a benszülötteket Igen. nézzük adott esetben, tehát az európai benszülötteket, vagy, a, vagy más nyugati kultúrákat, és olyan küzdelmeknek, a, az élovasaivá válunk, ami az asszisztált reprodukciót, vagy, vagy az asszisztált öngyilkosságot, vagy a, az asszisztált akár abortus szeretné Igen, ezek, ezek olyan, fel, fel, ezek folyamatok. olyan szellemi Igen, folyamatok, Igen. ami egyébként az elbizonytalanodást és az értelmetlenséget hangsúlyozza. Mindebben az egész káoszban, ami realitás egyébként a hétköznapokban nézve, mit várhatunk a bibliaolvasástól, és hogyan tud a bibliaolvasás egyébként itt rendet tenni? Már, ha engedjük, és akkor. Hát igen, ugye ebből indultunk ki, hogy, hogy ezt engednünk kellene. Én azt gondolom, hogy, hogy elsősorban a, a saját felelősségünket. Tehát a, a Biblia mindig arra hív, hogy, hogy az ember önmagát vizsgálja meg. Tehát mi nekünk az, az, az első reakciónk általában valami nem jó, az az, az hogy, hogy felelőst keresünk, és ezt, ezt, a felelőst általában nem önmagunkban látjuk, hanem, hanem mindig valaki másban. És a Biblia pedig, én, én azt látom, hogy amikor sikerül magunkra értenünk, akkor arra segít, hogy, hogy, hogy a mi értelmünk forduljon meg, ugye ez a bibliai megtérés fogalom, ez ez az, Ószövetségtől egészen az Új Szövetség végéig nagyon hangsúlyos, hogy, hogy az, az, én rossz beidegződésemet, ugye az óemberemet, az én bűnös utamat, nagyon sok kép van, metafora a Bibliában, hogy mi az, amit meg kell változtatni, mi az, amiről meg kell fordulni, és az Úrhoz vissza kell térni. És az a döbbenetes, hogy ez sosem késő. Tehát, tehát, a halálig. Persze, így van, így van, de, de az, hogy, hogy a bibliaolvasás az nem nevel pessimista és lemondó embereket, mert, mert ugye 70-szer, is megbocsát az úr. Csak, csak őszinte és tiszta szívvel kell a megtérés útját keresni. Tehát a cinizmus, a, a, a szarkazmus az, az, az nem a hívő embernek az, az útja, azt meg kell hagynunk a, a nem, nem hívőknek. Szerintem segít, segít bennünket arra, hogy az, az Bibliolvasás, hogy hogy reálisan lássuk magunkat. Semmi másból nem remélhetjük ezt. Tehát ugye a, a keresztény hit azt mondja, hogy hogy a Szentírásban találkozunk azzal az Istennel, aki mindennél, még mi magunknál is jobban ismer minket. És, és ennek, ha kitesszük magunkat, akkor, akkor helyes ismeretre jutunk a saját életünket. Tekintve. Szóval én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy nagyon pozitív pedagógiai könyv a Biblia ilyen szempontból, és, és önismereti könyv, ami, ami, ami aztán tovább lépve, ahogy említettem, ha, ha a kereszténység és a keresztény emberek autentikusak lesznek és, és vonzóvá válik az életük nem önigazultakká és a másikban hibát keresünk ki, akkor ez egy missziói eszközé tud válni. Tehát a körülöttünk lévők fölfigyelhetnek erre. Én, én, ezt ebben reménykedem. Amikor bibliolvasásról beszélünk, akkor előttünk van egy történet is, és ez a történet a folyamatába bontakozik ki, hogy ez a világ nem a véletlenből jön, hanem az Isten teremtésének a következménye. Nem véletlenül rossz, hanem mi rontottuk el, Viszont van reménység a helyreállásra, a teljes megújulása, ez a reménység pedig a Biblia közepén, tartalmi középpontjában, Jézus Krisztus életénél, halálánál, feltámadásánál, az ő úrságába, az ő országába való bekapcsolódásnál áll helyre. Mindezt a Biblia hordozza, ezt a találkozást a Biblia készíti elő, éppen ezért megkerülhetetlen, alternatíva nélküli. És a legfontosabb könyv az egész világon. Köszönöm, hogy mindezekről tudtunk beszélgetni, és köszönöm önöknek is, kedves nézőink, a figyelmüket. Kollégáim nevében is búcsúzom, áldás békesség!